János vagyok, cseppelvas és fémüvegbe dolgozom irattárba. Állati rossz volt a bizonyítványom, 2,3. Hát előbb a révei nyomdába mentem, ilyen gépmester szakmát tanultam ott, hogy nem bírtam a levegőt, állatira lefogytam. Aztán behozott az egyik sásznak a haverja gyárba dolgozni, aztán azóta itt vagyok. Leveleket leportózok, ilyen csomagokat át kell vinni a pincébe. Hát úgy, itt nagyon kevés a pénzem, és sokat kell dolgoznom. Állatira kiszúrvalom a főnek, nem emelik fel a fizetést. Nincs semmi kedvem már itt lenni. Soroságon lakunk itt, ocska lakás, egy szoba, konyhas fejez van, nagyon kicsi. Hát vízért ki kell menni útra, meg ilyen dolgokat, mert négyen vagyunk benne. Bátyám, meg a kisfúnyom, a mamám. Mamám az soroksági postán dolgozik, ilyen lapkihordó. 5-kor kell, vagy 4-kor, nem tudom pontosan, 4-kor azt hiszem, és akkor 8 órakor már otthon van, és akkor egész nap már otthon. A bátyám az a révai nyomdában dolgozik, ilyen betűszedő szakmája van neki. Olyan kövér, szinte elváltozott neki a szeme is, olyan az eszkimó. A kisugom az általános iskolába jár, 4. osztályba fog menni most majd. Apám az kimon Kanadába, 56-ban ment ki. A nagy kalandvágyú, feljól. Alagbányába dolgozik, a csoportvezető. Aranyat mossák ki, azért vízi ágyúval ott a hegyeket bontják. Múltkor küldött ilyen képet, és ott volt vízi ágyúval ott tanúztatom. Úgy volt, hogy kimegyek. De hát a mamám nem engedett ki, szóval már ideig fölnevelt, akkor már nem engedett ki. Meg ő is írta, hogy mit csinálnák ott ki. Thank you.